Na, bátyák, itt bedurrant. Bedurrant bicepszekkel. Megnézzük ezt a VR6-ost. Ú, de szép vagy. Ú, de szép vagy, öcsém. Öcsém, na, ezt hívják, esztétikus autotuningnak. Bátyák. Patizmál csomag tele, tiszte zsó! Mögötted, mögötted. A póló is már! A póló is, Geci! Oda nézd! Nem vajon, teljes szemüvegelvételezés van szükség? Hát, ott van a gáztartály. Nem látszik. Oda nézd! Becsomagolt kipufogó! Figyeled! Muszájod, van meleg, van mindent visszatom. Becsomagolt kipufogók! Becsomagolt kipufogó! Oda nézd is a csövezés, öcsém! Vízcsövezés is! Ultra brutál! Hát az én a... Ez... Ez ütős ez a gép, na! Mi van a... Ez mi ez a spanoló csavarott a feszítőn? Csavarra állítod a feszítőt? Nem, az csak, hogyha ki akarod oldani, akkor az a fél tud húzni, és akkor leveszed a szélét. Ah, na, és ezt utólagosan csináltad? Nem, az gyári. Gyáriba így volt megoldva. Gyári, hát úgy van. Öcsém, na, itt még látod, itt még... Ezek még autók voltak, bazd meg! Szarán 32. Ja, hulladékok. Amúgy mindig az álmom volt egy ilyen VR6, csak hát amikor lett volna rá pénz, vagy amikor meg tudtam volna venni, akkor nem volt rá pénz. Most meg hiába van rá pénz, de akkor tudom megvenni, mert nincs is. Meg nincs is pénz, mert egy ilyet már szerintem aranyárba tudtok vásárolni. Van otthon még. Úgyhogy mi? Van még otthon még. Oh, nem áll. Meg van még 9 motorom pluszban. 9 motor? Sű, de komoly. Ez nagyon melegül néz ki, bátyám. Ez, az a BBS, az... Az very fucking nice. Na, na mutassuk a hátulját, VR6 2892-es. Nem mutatod, nem mutatod, nem mutatod. Nincsben semmi. Nem azért, csak hogy állapotra nézzük, hogy a motortér is szép-e, meg a csomagtér, ó, de ez is az szép. Pótkerék, tartályod. Gyönyörű. Gyönyörű, gyönyörű szép. Belseje is van, kívül, belül. Bátya, szerintem megvan a mai nyertesünk egyébként. Jó kis fitben, nézve ráül. Oda bátya, itt valami nyertes látok én. Én úgy nézem. Tetszik. Napfénytetős. Tetszik, napfénytető. Figyeljetek, meg a szín maga, hát az a szín, ez eszméletlen jó. Benne. Ez USA pohártartó. Ez miért a Cupra szín, vagy minek mondják ezt? Te tudod kire, bátyám, ez a racse verzió. Van ez a szín, de szerintem az gyári szín. Igen, gyári. Igen, gyári. Igen, de ritka a szín. Tehát, hát tudod, mert a sárgát nem szeretik itt van a gyerekként valamiért. Nem értem, miért pedig gyönyörű. De ez a motortér tovább vagy külve ember. Ott még lenne a motorblokk is valami sárga. Olyan narancsárga, és minden ilyen a teteje. Az egész is le van minden. A motorblokk is narancsárga, öcsém. Citrom. Vagy a citrom, bocs. Segített a narancs, bazit. Megütött a nap. Megütött a butya. Butya! Nézzük meg az olaj beöntés sapkát. Jó, én vagyok a fényező, nem én mondtam ezt a szintéveztést. Igen, a motor belseje az már korhű. Ezek... Azért láttam, ütöd a gépet. Nem. Nem? Az ütötték előtte. Hát, ja, lehetséges. Jó, mennyi a méter? Mennyi a méter? Hát, az órában 174, vagy valami ilyesmi. Ja, hát ilyen 200, no? 200 plusz 200, de gyönyörű szép, tehát eszméletlenül szép. Oda benézünk mindjárt a kamerával, figyeljétek. Oda jó, benézünk, oda. Oda, itt lemegyünk, itt. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű a blokk. Nem tudtam menni. Egyszerűen nem látni rajta egy olajcseppet se. Közben itt a felni kitartó versenyen a fiúk már megellenek lassan. Ugye, a fiúk lányok, csak... én a Ricsinek, a főszervező úrnak szeretnék egy hatalmas tapsot kérni mindenki. A prémiumok elviszik az energiát. Bovdon ez a kéz. Megpróbáljuk. Ricsi, itt az idő. Oda néz, itt van egy mellettünk egy 2000 PD TDI. TDI. Fék. TDI. Egész nyugodtan közben is jöhet a taps. Porke. Nem, várjál, ez átbaszás. Látom. Ez átbaszás, de jól néz ki. Látod, ez egy igényesen elkészített átbaszás. Fake break. Na, ez most egy... Majdnem begyaltad. Ez lesz most majd izé. Az új slogan fake break polót csinálunk. Hát ugye ez a hagyományos 2000 PD TDI, ami dupla vezérmű tengelyes, ugye? Még nekem nem megy. Mindenki fél tőle, de nem egy nagy durranás. Izé van rajta. Hű. RTS RVD. Most néztem. Műanyag.
Drága Ricsi, hogy ragasztják a hóhért. Pontosan. Nem áll. De komoly. Kászter sárvédő. Mint a megállokon. Mint a megállokon bátya. Lehet, nem nincs. De komoly. Jó néz ki. Tetszetős, tetszetős. Oda. A fék az... Látom, a sűrűn van használva, mert olyan... Látszik a fékbetét nyoma. Mint amikor... Tudod, ilyen... Német autópálya tempó után megállsz, és a betét egy kicsit meleg. Az odasül. Szereti a bátya hajtani. Zárva van, bárni. Csak a jótékonysági talikon, nem szabad bezárni. Eslány első. Eslénye? Az hát? És milyen jó? Ez a fúszak máshonnan jön. Az az igazi Audi bőrülés. Rádat húzszak máshonnan, hogy szóval. Ezt... Nem abból. Nem? Ebből a... Kályha. Gázolós kályha szagjön. Na. Gyönyörű szép. Nézzük meg a csomagteret is. Várj, a csomagtér. Csomagteret nézzük meg, mert... Az is bele számít. Figyeled? Nagy palackok a rezsónak. Hűtőláda. Kempingedés van. És gyönyörű szép a kárpit is. Nagyjából. Most jó, be volt baszva egy-két dolog, de szép tiszta. Ugye, mert ez is nagyon fontos egyébként, hogy ne csak az autó motortere, beltere, és vagy legyen szép, hanem a csomagtér is legyen szép. Úgy lehet egy autót szerintem igazán osztályozni. Ugye, bátyám? Így van, így van. Very nice. Honnan jöttél? Bölcskéről. Bölcske. Az hol van? Bölcske. Paks mellett, a Duna mellett. Sokan jöttek Paksról. Egy perc, három másodperc. Jönnek a bátyák, jöttek itt. Mérnök úri emberek, és mit csinál maga? Én gépkezelő vagyok. Gépkezelő. Meg. Új Pakson? Nem, Dunaföldváron dolgozom. Látjátok, van itt minden. Van mérnök, gépkezelő, dögtestű, dögvész. Itt vannak hamburgerevők. Mindenki van, bátya. Komoly fesztivál, jövőre majd gyertek minél többen. Mert jó buli. Mert és akkor lemaradt a... Várjál, hoki. Viszek aksit. Megígyunk. Itt van nálam. Ide. Babám, hozzám még iszit? Várjál, van nálam. Szóval, de fuss. De fuss. Egy perc. Asszony. 39 perc. Na, hogy megindultak.